A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye mintegy 400 közösséget tart nyilván. E kisebb-nagyobb közösségekből 120 Szatmárnémetiben és környékén található. Összefogásuk, hitbeli erősítésük, kulturális táplálásuk minőségi gondoskodást kíván meg az Egyházmegye központi intézményei részéről. A Szatmári Püspökség keretében a cél betöltésére 4 koordinációs iroda működik, amelyek gyermekektől felnőttekig ezreknek kínálnak évente 100-nál több programot. Szeptember 8-án Mária Istenanya születésének ünnepén, amelyet közkeletű szóval Kisboldogasszonynak hívnak, a Szatmárnémeti Székesegyház délelőtti szentmiséjét egy új közösségi létesítmény, a Megmaradás háza felavatása, megszentelése követte. Különös ideológiai, közpolitikai, nyelvi jelenség, hogy a történelmi traumákat önvigasztaló bélyegekkel látjuk el. Ekként már nem trianoni gyásznapról beszélünk június 4-én, hanem legalábbis 2010 óta többnyire nemzeti összetartozás napjáról. És az egyre aggasztóbb ütemű népességfogyást is, ha mással nem lehet, lépten nyomon bizakodó kifejezéssel kell ellensúlyozni. Így kapta például a Szatmár megyei Mezőterem 2020-ban kezdeményezett református közösségi központja a Magyar Megmaradás háza nevet. Mint ahogy a Szatmárnémetitől 11 kilométerre nyugatra, már Magyarország területén található Csengersima Nagygéc Árpád-kori templomát is a nem titkoltan turista csalogató megmaradás templomaként emlegetik. A most megnyitott Szatmárnémeti Megmaradás háza a történelmi városközpontban, a Székesegyház tágas udvarában kapott helyet. A közel 7000 négyzetméteres, füvesített és 52 helyes autóparkolóval is ellátott területet a Székesegyház és a Püspöki Palota fogja körül. Mint hogy az új épület létrehozásának legfőbb támogatójaként Magyarország kormánya 3 ütemben több mint 19 millió lejjel segített az építkezésben, az átadó ünnepség díszvendége illő módon a magyar miniszterelnök helyettes Semjén Zsolt volt. A magyarországi vendégek mellett természetesen a térség politikai, közéleti és egyházi tisztségviselői is jelen voltak a boldog pillanatokban. Amikor a Megmaradás háza név mellett döntöttünk, természetesen, hogy ott volt gondolatunkban az, hogy fogyunk. Viszont amikor valaki bajba van, akkor legalább annyit várunk el tőle, hogy az kiabáljon, segítséget kérjen. Hát ez is egy ilyen segítségkérés tulajdonképpen, és meghallották ezt a segítségkérést, és örülök neki, hogy ez a segítség jött, megvalósult ez az álom. Természetesen senki nem gondolta azt, hogy 3 év, 4 év múlva, mert ez már 4 éve, hogy elindult, 4 év múlva ekkora gázárak lesznek, 4 év múlva lesz egy ilyen infláció, 4 év múlva háború lesz, ki gondolta volna? És hogy milyen fenntartásai lesznek ennek a háznak, nem is szeretnénk rá gondolni. Viszont az igaz, hogy mi a gondviselés évében vagyunk, és ez a gondviselés éve 3 évre terveztük, már 2 év lejárt, és egyik katasztrófa másik után jött. Úgy látszik, a Jóisten valamit akar ezzel, de mindig ad egy erőt, egy jelet, ad valamit, ami túllendít bennünket azon a nehézségen éppen, ami jött. Talán ezzel akarja számunkra sugalni, hogy nincs elég hitünk, hogy még jobban higgyünk benne, bízzunk benne. Bízzunk abban, hogy amikor a mi határainkhoz elérünk, utána neki nincsen lehetetlen. És ez a Megmaradás háza, hát bizony egy ilyen kísértése a gondviselésnek. Nem kísérteni akarunk, hanem bízni benne. Én remélem, hogy ha a Jóisten összehozta ezt az álmunkat, akkor ennek az álomnak a tovább álmodásában is ott lesz a segítség. A létrehozása ennek a Megmaradás házának elsőleges célja az volt, hogy a lelkipásztori programjainkat legyen hol megvalósítsuk. Aztán természetesen azon dolgozunk, hogy ez a ház amennyire lehet, legyen önfenntartó.
hogy civil programok is lesznek benne minden bizonnyal. Hogy találunk egy olyan jó menedzsert a háznak, aki aztán majd fogja tudni azokat a programokat bevonzani. Nagyon reméljük. Nem szeretnénk csupán lakodalmakból megélni, de ha arról van szó, annak is helyet tudunk biztosítani, hiszen úgy szereltük fel a házat, hogy több funkciót tudjon ellátni. Az impozáns épület 3 szinten, több mint 2500 négyzetméteren a közösségi események szinte mindenikére alkalmas teret biztosít. Az előadótermek minden mai és talán holnapi igényt kielégítő technikai eszközökkel vannak felszerelve. A 4 kisebb terem egyenként 20 vagy 30 fő befogadására alkalmas, és a résztvevők s a program igényei szerint rendezhetők be. Az épület bal szárnyának emeleti részén 10, 2-2 ágyjal és saját fürdőszobával rendelkező vendégszoba található. Ugyancsak e szárny földszintjén van egy kávézó és reggeliző helyiség. Aztán egy konferenciaterem, amire nagy-nagy szükség van itt Szatmáron. Több ilyen terem van a városban, csak egyszerűen sem felszereltségben, sem pedig a hely szempontjából nem megfelelő. Nincs parkolási lehetőség, olyan helyen található, ahol egyáltalán csak zaj van, meg nem tudnak mit kezdeni vele. Itt pedig olyan, mint egy oázis. Itt remélem, hogy azért ennek keletje lesz. A 190 fő befogadására alkalmas konferenciatermet szinkrontolmács berendezéssel, hangosítással és kivetítővel látták el. Az alagsorban 160 fő befogadására alkalmas rendezvényterem található. A megmaradás házának impozáns terei, tárlatok, kamarakiállítások rendezésére is alkalmasak. A ház átadásával még nem létesült munkahely, viszont minimum 9 munkahely kell, hogy legyen. Már kiszámoltuk, hogy mennyi az a szükséges, amivel ezt indítani lehet. Amikor megtörtént az átadás, holnap után már lesz az első program, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetségnek az évnyitója itt lesz Szatmáron, és akkor már ezt a házat is birtokba fogják venni. Amint a fényképek is mutatják, az RMPS országos évnyitóján a megmaradás háza már is otthonnak bizonyult. A Szatmári Egyházmegyével régi és szoros kapcsolatban álló németországi Renovabis segélyszervezet is kivette mintegy 360 ezer lejes részét a támogatásból. Ők fizették ki tulajdonképpen ennek a háznak a villanyszerelését. Ez az egy 75 ezer euró. Nagyon szép gesztus a részükről, hogy hát ők is támogatják akkor ennyivel, amennyivel tudják a keletebbre élő katolikusokat.